Gyerekek, innen hallom, hogy hogy burkolnak a cilukák. Egy van, most nem olyan videóval jelentkezek, hogy elmegyek kocogni. Lepakoltam a 15 már az abot. Meg vagyok, megetettem, poszika volt kint, azt nem tudtam délbet már kivinni. Mert Nikihez kellett rohannom. Eldobtam a vasat, de klasszul. Tudom, hogy jót csináltam ma ugye. Trágyáztam, összeset leparikoztam, stargéppel voltunk, lelkammal. Nikihez megjött széna, összeszervezni mindent, ugye markolót, kamionos egyebek, bepakolva. Megjött az ab, leroppantva egy nagy ládával nála, elhozva az én 15 mázsám, itt megetetve, berakva a 15 mázsa. Úgyhogy most sétálok haza, ugye, mert motorom, autóm otthon. Kajáltunk gyorsan egyet még a Nikitől, magyaródi zab előtt, úgyhogy finito, alla mezzo. De jó esőérzés, nagyon szépen rám vagyunk hozzá. Ez a focipálya, itt kerülni kell, mert régen itt le voltak jövő ezek a korlátok, és itt átmentem, azt ott voltam fél másodperc alatt. Focipálya másik oldalán lakom. De most körbe kell egyet menni, amivel szintén semmi probléma. Amúgy szeretek sétálni. Az első lesz, hogy leveszem a gumicsizmám, lovagló, levetkőzek, és letuszolok. De nagyon fasz, az semmi más nem csinál. Az a leges. Majd egy kicsit kocogunk. Eddig a sarokig, 100 méter talán. Ne. Ennyit még el kell bírni keményen, nem? Kibaszott kemény vagyok. Állítólag nagyapámra ütöttem. Ezt már több videóban is elmondom. 96 éves korában halt meg. Ment a csajához, és elütötte az autó licajjal, mert látszon a főtér. Nem, hogy onnan jött volna szegényke. Na most már elmegyek a sarkomig. Yes. Hopp! Amikor egy pulcsi leesik. Na jó. Csak a sarkig. Yes. Na jó, most már elég. Nem tudom, honnan van ennyi energia. De van. Jó hét mindenkinek. Fürdi ki zab banánnal. Nézek ki a fejemben, holnap reggel folytatás. Majd.